Köszöntöm a kedves tévénézőket, és különös tekintettel a hatodikos diákokat, hiszen a következő magyar óra kimondottan, kifejezetten nekik szól. Juhász Gyula Tiszai csönd című versével fogtok a mai órán megismerkedni a továbbiakban. Olvasókönyvünk nem nincs még, de a régi könyvben is benne volt, ha van kedvetek, ott követhetitek ezt a verset. Juhász Gyula neve ismeretlen még a számotokra, nem találkoztatok vele eddigi tanulmányaitok során. Ismerkedjünk meg vele egy kicsit közelebbről. Így nézett ki. 1883-ban született, Szegeden nem túl messze innen, és 1937-ben hunyt el. A szülővárosa, Szeged mindig is nagyon sokat jelentett a számára, egész életében honvágy gyötörte, ha nem volt Szegeden, és mindig haza tért Szegedhez. Alkotói pályája az 1900-as években kezdődött, amikor is a Nyugat folyóirat indult 1908-ban. Nyugat folyóiratról sokat fogtok még hallani 7. és 8. osztályban, ugyanis azok az írók, költők, akik az 1900-as években fejtették ki munkásságukat, mind a Nyugatnak voltak munkatársai. Tehát a Nyugat első nemzedékével együtt indult a pályája, Babits Mihály, az ő nevét 7. osztályban fogjátok megismerni, egy versével fogtok majd foglalkozni. Kosztolányi Dezső neve viszont már ismerős a számotokra, tanultuk már az idén egy-két szöveget, egy-két részletet tőle. Juhász Gyula költészetének meghatározói a különböző hangulatok és a nosztalgikus élmények, a tájak. A költeményének nagyon sokszor a hangulati elemei és az érzelmi telítettsége sokkal fontosabbak, mint a versnek a gondolati tartalma. Ez a vers, a Tiszai csönd című vers, 1910-ben jelent meg először a Hét című folyóiratban. Ez a Nyugatnak volt az előfutára. Juhász Gyula épp akkor, azon a nyáron, otthon töltötte a vakációját, egyik este Szegednél folyik a Tisza, kiment a Tiszapartra, és az ott átélt hangulatot rögzítette, írta meg a versében. Íme a vers. Juhász Gyula, Tiszai csönd. Hálót von az est, a nagy barna pók, nem mozdulnak a tiszai hajók. Egyiken távol harmonika szól, tücsök felel rá csöndben valahol. Az égirónán ballag már a hold, ezüstösek a tiszai hajók. Tüzeket raknak az égi tanyák, hallgatják halkan a harmonikát. Magam a parton egymagam vagyok, tiszai hajók, néma társatok. Ma nem üzennek hívó távolok, ma kikötöttünk itthon, álmodók. Miután elolvassuk a verset, vagy elolvastuk a verset, minden egyes versnél nagyon nehéz az elemzést elkezdeni. Én azt szoktam ajánlani a diákoknak, hogy abból induljanak ki, amit látnak. Mert a versnek nagyon sokszor információja van a külalakjából is. Nézzük meg ezt a verset. Hány sor, hány verszak? Láthatjuk, hogy két sorosak a verszakok, és 6 verszakból áll, tehát ezt már kezdetnek megállapíthatjuk róla. A későbbiekben szemügyre vesszük a részletesen a jelentését, a tartalmi vonatkozását a versnek. Hallhattuk ezt a verset, hogy tájleíró-szerű vers, tájleíró költemény, arra utal a címe is, arra utal a szövege is. Juhász Gyulánál azonban az egyszerű tájleíró versek mögött mindig van valami mélyebb tartalom, a saját hangulatát, a saját benyomásait vetíti ki legtöbbször a verseiben. A Tiszapart számára az otthont jelentette, a megnyugvást, nagyon sokszor oda menekült a világ elől, és ott talált megnyugvást zaklatott idegállapotára. A csönd szó ővel. Ne felejtsük el, Juhász Gyula Szeged
Szegedről származott, Szegeden született, és ott még ma is dívik az öző nyelvjárás. A csend fogalma, ahogyan Pesten nevezik, meg nagyon sok helyen, hétköznapi értelemben akkor beszélünk csendről, azaz csöndről, amikor nem hallunk semmit, nincs semmilyen zaj, semmilyen nesz. Ha viszont nem hallunk semmit, az sokszor rossz gondolatokat, bizonytalanságot indíthat el bennünk. Az igazi, megnyugtató csöndről akkor beszélünk, amikor vannak apró zajok, természet hangjai akár. Énekelnek a madarak, zümmögnek a bogarak. Ilyenkor tudjuk, hogy biztonságban vagyunk, hogy nyugalom van körülöttünk, hiszen ha veszély közeledne, a természet is elhallgat. A versben leírt csönd ilyen. Nem a síri csönd, hanem ez, amikor a természet zajai hallatszanak még, tele van apró neszekkel. Emlékezünk a tücsök hangjára, a harmonika szóra, távolról, vízcsopogás hangja is van. Talán ez a kép lehetett az, amely a szem elé tárult. Tiszai csönd, hiszen láthattuk a versben, hogy az éjszaka, az éjszakát, az estet jeleníti meg. A verset három részre oszthatjuk. Az első rész, az első és a második verszak. Összesen az a négy sor. Ez az első rész. Ebben a kezdő sorban megjeleníti az estét, a sötétedésnek a pillanatait követhetjük. Egy nagyon összetett, nagyon komplex képben, az jellemző Juhász Gyulára, nagyon sok mindent ki akart fejezni. Nagyon szépen tudta azt a sok mindent kifejezni, de úgy összekombinált több költői képet, több stílus eszközt. A hálót von az est a nagybarna pók, én a továbbiakban is kékkel a versnek az idevágó sorait megjelenítem. Hálót von az est, a nagybarna pók. Ha megnézzük ezt a sort, megjelenik benne a pók, mint élőlény, és az este hangulata. Tehát ebben a sorban a pók azonos az estével. Ez egy metafora vagy azonosítás. Ne felejtsük el ezt a szóképet. A szóképek közül talán a metafora az, amivel leghamarabb megismerkedtek. A két szóhoz kapcsolódó jelentést, tartalom azonban felcserélődött. Nézzük csak meg, hogyan kellene. Eredeti formájában úgy néz neki, hogy az est az nagy barna, és a pók az, ami hálót sző, vagy hálót von. Nem az este fog fonni. Juhász Gyulánál viszont meg van cserélve, nála az est fon hálót. Nézzük csak meg, hálót fon az est, és a pók az, ami nagy barna. Tehát felcserélte a két jelentést, attól ez még metafora marad. És mivel komplex szóképről beszéltem, nem csak metafora, hanem megszemélyesítést is beletesz a költő, hiszen az este fonja a hálót, az este megszemélyesíti, tehát emberi tulajdonsággal ruházza fel az estet. Következő sor, még mindig az első verszaknál vagyunk, nem mozdulnak a tiszai hajók. A tiszai hajók kifejezés végig visszatér a vers során, minden egyes részben, minden egyes szerkezetben megjelenik a tiszai hajók, visszatérő motívumként. A hajó motívum nagyon fontos, majd meglátjuk később, hogy miért. Tehát ebben a sorban felbukkan a hajó motívum, és a későbbiekben ez értelmet nyer. A második verszakra térünk, egyiken távol harmonika szól, ugyebár bevezette a tiszai hajók kifejezést, tehát azon szól, távol harmonika, és rá válaszol, tücsök felel rá csöndben valahol. A hajómotívumot bevezeti a második verszak, kapcsolódik az elsőhöz, az elsőben látványt látunk, az uralkodik, tehát az esti sötétség, sötétedés, alkony, hálót von az est. A második verszakban viszont már a hangokat is halljuk, kapcsolódik tehát a kiszélesedik az érzékszervünk. Halljuk a harmonika szót, illetve halljuk a tücsöknek a hangját is. Beszűkül a látásunk sötétben, inkább a fülünkre szoktunk akkor hagyatkozni, és a második verszaknak a második sora, hogy tücsök felel rá csöndben valahol, itt azután meg a harmonika szó távol, tehát a közel és a távolnak az ellentéte jelentkezik ebben a verszakban, és mintegy előindítja a következő verszakot, és a következő részt is ezzel. Talán így font pókot
talán így font a hálót a pók. A vers további szerkezete a második résszel, a harmadik és a negyedik versszakkal folytatódik, ez egy újabb egységet alkot. Összefonódik az égi és a földi táj, a hold és a csillagok fönt, az égen, illetve lent Szeged és az őt környező tanyák. Hallgassuk csak, az égi rónán ballag már a hold, ez a harmadik verszaknak a kezdete, kezdősora, fönt van a tekintetünk, fölfelé nézünk, a róna az jellegzetes magyar alföldet jelzi, ballag a hold, fönt az égen, ahogyan ballag a pásztor a nyáját kísérve az alföldön. Megszemélyesítést látunk, ballag a hold, és azonosítást is, metaforát, hiszen a hold az ég pásztorává válik, vagyis hát azonosítja a kettőt egymással. Következő sor, még mindig a harmadik verszaknál vagyunk, ezüstösek a tiszai hajók. Ebben a részben is megjelenik a tiszai hajók motívum, tehát a hajó motívum visszatér, nem először, mindegyik részben, még egyszer ismétlem, nagyon fontos lesz majd az utolsó részben a hajónak a szerepe. Tüzeket raknak az égi tanyák, a negyedik verszaknak a kezdősora. Tüzeket raknak az égi tanyák. Mik lehetnek az égi tanyák? Égen keresendők, de tanyák? Nagyon érdekes. Égen kell keresni őket valójában, hogyha a hold ballag, akkor hozzátartozik szervesen, a csillagok hozzátartoznak. Negyedik verszakban tehát. Viszont a tanyák említése pedig a földi, a Szeged környéki településekre vonatkozik, tanyákra vonatkozik. Tehát a kettőt itt egyenlíti egymással, a kettőt párhuzamba hozza. A tanyák az alföld jellegzetes települései voltak, elszórtan, magányosan álltak sokszor távol a központtól. Az égi jelző viszont jelzi, hogy ezek fölkerülnek az égre, és akkor már nem tanyaként, hanem csillagokként keresendők. A közös bennük a jelző fény, a tűz, a csillagoknak a fénye, illetve a tanyáknak is a világossága, a fénye, ami a sötétbe árad. Tágul a látószögünk tehát, nem csak lent, hanem fönt, fölfelé is nézünk, egyszerre nézzük az eget, egyszerre nézzük a földet, visszatükröződik az égi tanyáknak, azaz a csillagoknak a fénye a folyóban, odalent, és a tanyák fényei elszórtan a környező környékben megvilágítják az éjszakát. Itt is találunk metaforát, megszemélyesítéssel kiegészítve, egybefonva komplex képben tüzet raknak az égi tanyák, tehát a csillagok az égi tanyáknak az azonosítása, azaz metaforája, és az, hogy tüzet raknak a csillagok, hát ez pedig megszemélyesítés. Hallgatják halkan a harmonikát. Nagyon szép sor. Szinte nem is merem hangosan mondani, inkább csak suttogva kellene kiejtenünk. Ez a negyedik verszaknak a zárósora. Nézzük csak meg, figyeljük csak meg, hallgatják halkan a harmonikát. Az azonos mással hangzóval kezdődő szavakat, amelyek egymás után következnek, ezekre azt mondtuk, hogy betűrím, vagy más néven alliterációk. Gyönyörű, szép, sejtelmes alliterációt találunk ebben a sorban, és nagyon ritka az, hogy több mint kettő szó következik egymás után. Itt bizony egy egész mondaton keresztül láthatjuk ezt a betűrímet vagy alliterációt, és megint felcseréli, ahogyan az elején. Megint egy felcserélést látunk, emlékszünk a hálót von az est a nagy barna póknál, ott is felcserélte a pókot és az estét, itt is felcseréli. Nem tudunk halkan hallgatni, csak a harmonika szólhat, a zene szólhat halkan. Nagyon érdekes, és nem is tűnik fel nekünk, hogy ez nagyon furcsa, ez most logikátlan megnevezés vagy kifejezés, és mégis helye van a versben. Itt is megszemélyesítéssel kiegészített komplex képet találunk. Az égi tanyák hallgatják, hogyan hallgatják, hiszen fülük sincsen. Az égi tanyák hallgatják a zeneszót, tehát megszemélyesítés, és az azonosítás, a metafora is benne van. Egy újabb látvány Tiszáról és az ezüstös holdfényről.
És hogy jön a versnek az utolsó, záró szerkezete, a harmadik rész, az utolsó két soros verszak, az ötödik és a hatodik verszak. Itt már megjelenik a lírai én, eddig csak szemlélődött, és csak a látványt láttuk, és a látványról olvastunk, most viszont saját maga közelebb lép, és megnevezi saját magát. Magam a parton egymagam vagyok, ez az ötödik sor, ötödik verszak, ezzel az első sora, ezzel érkezik. Ebben a képben, akár csak az elsőben, itt is egy metaforát látok, magam egymagam vagyok, azonosítja magát a költő a hajókkal. Emlékszünk, végig mondtam, hogy a tiszai hajóknak milyen fontos szerepe lesz a versben. Itt találjuk a versnek a legfontosabb kulcsképét. Ez a két sor, az ötödik verszak, és a hatodik is majd aztán látni fogjuk. Az irodalomban nagyon régi metafora a víz is, a hajók is. A víz az, ami folydogál, ami halad, és a hajók pedig, hogyha ki vannak kötve, és nem mennek sehova, az emberi sorsokkal tudjuk azonosítani őket. Azzal, hogy a hajók nem haladnak, egy helyben állnak, itt ugye elvész valójában az ő szerepük, az ő céljuk, és a költő hangulatát érzékelhetjük, így érzi magát, egy kikötött, magányos hajóként, az ő élete hiába való, ezt vetíti ki ebben a részben. Tehát magam a parton egymagam vagyok, tiszai hajók, néma társatok. Így szól az ötödik verszak, egyenlíti magát, azonosítja magát a tiszai hajókkal, tehát ez a versnek a legfontosabb kulcsképe, ahol megjelenik saját maga is, azaz a lírai én, ahogyan szoktuk mondani, hogy elkülönítjük a költő személyét attól a szemétől, aki a versekben megszólal, és itt vallja meg szinte ugye senki nincs körülötte, szinte az üres tiszapartnak, a tücsköknek és a holdnak vallja meg az egyedül létét, a magányát, mintha a hajóknak panaszolná el. A hatodik verszaknak a soraira térünk. Ma nem üzennek hívó távolok, ma kikötöttünk itthon, álmodók. Sokféleképpen lehet értelmezni, itt az én értelmezésemet hoztam, a számomra legkedvesebbet. Ma nem üzennek hívó távolok, tehát a hajónak ezzel nincs is funkciója, hogy haladjon valahova, hajókat is időnként kikötik, akkor nem kell, hogy menjen sehova. Tehát nem veszíti el a haladásnak a szerepét. Egyerszám első szemében szólal a költő, ma kikötöttünk itthon, és az ismétlődő határozó szó, a ma kifejezés ismétlődik, tehát fel akarja rá hívni a figyelmet, a nyomatékosítás a szerepe ennek az ismétlésnek, jelent fejezi ki ez a két szó, és az én értelmezésem az, hogy felcsillan a remény, hogy kikötöttünk itthon a többes szám első személy, nem csak egymagáról, hanem többekről beszél, talán, hogy mégis van remény arra, hogy csatlakozzon a barátaihoz, a társaihoz, a költőtársaihoz, és velük töltse az elkövetkező időszakot, a jövő, tehát van egy pozitív jövőképe ebben a versnek a végén. Talán ez lenne az egész versnek, a tiszai csöndnek a legjellegzetesebb képe. Az internet ezt kínálta, ahol nem egy hajó van, hanem három egymás mellett. Mint láthattuk, Juhász Gyula úgy érezte, hogy ő egyedül van a Tisza parton. Összegzésként nézzük, mit tudtunk meg a versről. Miután szétszedjük elemeire, nagyon fontos, hogy összegyúrjuk, és hogy mellette, mint egy virágot, ne sértsük meg. A tiszaparti este hangulatát érzékelhettük ebben a versben, amikor csend van és nyugalom, és szépen nyugodtan ringanak a hajók a vízben, vagy a vízen, ez az első verszak. A második verszakban már a hanghatások csatlakoztak, érzékeljük a harmonika szót, érzékeljük a tücsöknek a hangját, de csak csöndben, semmi zavaró, semmi hangos nem hangzott el a versben. Az éjszaka lassan telik, harmadik verszak, a hold megjelenik, ezüstös fénnyel vonja be a hajókat, nagyon fontos a holdnak a fénye, hiszen korábban az első verszakban a sötétség uralkodott, a barnapók és az este, itt viszont a hold fény
nagyon fontos, hogy ezüstös, az a világosságot jelzi. Az égi róna és az égi tanyák említése, a Szeged környéki tanyákra gondolhatott valószínűleg a negyedik verszakban, amelyek távol vannak, de ugyanolyan magányosak Szegedtől, a központtól, mint ahogy ugye a költő érezte saját magát. Az ötödik verszakban megvallja a saját egyedül létét, a magányát, hogy egyedül van a költő a parton, és csak a hajók a társai, akik ugye tudjuk, hogy nem élő lények. És a végén, a hatos verszakban pedig a nyugtalan, zaklatott életet élő költő, mintha révbe érne, kikötöttünk itthon álmodók, úgy érzi, hogy helyén van, és van egy pozitív jövőképe. További ökszezést más szemszögből. Ez a vers, szokták mondani, olyan, mint egy impresszionista festmény. Az impresszió latin eredetű szó, benyomást jelent. Valójában ebben a versben amit lát és az ő saját benyomásait. Az impresszionizmus pedig egy stílus irányzat a művészetek körében. Művészetek, tehát a festészetben, ugyanúgy az irodalomban is, tehát többféle zeneművészetben is megjelenik az impresszionizmus. Ebben a versben nem történik semmi, a látvány fontos, és a hangulat, alig van benne ige, azok sem mozgalmasak, ha megnézzük a verset, fon, a pók, ballag, a hold, tehát nincs gyors mozgás, inkább a csöndes nyugalom érzékelhető. Színek közül a mélyebb tónusok, ugye az estének a barnasága, a sötétedése, és ebből kiválik két szín, két világosabb szín, a holdnak az ezüstössége, és az égi tanyáknak, a csillagoknak a fénye, ami tudjuk, hogy azért nem hatol leig, de a földi tanyáknak a fénye is, az a kis tűznek a pislákolása is látszik. Jelentés szempontjából is szemügyre tudjuk venni, és még mindig tudunk újat mondani erről a versről. Két síkja figyelhető meg ennek a versnek, van egy felszíni és van egy mélyebb értelmezése. A felszíni értelmezés az, amit az első négy verszakban látunk, a táj, a környezet leírása, az este és a hangulata az egésznek. A mélyebb értelmezés pedig, amikor valójában az ötödik, hatodik verszakban megvallja, hogy a magánya, az egyedül léte, hogy erről szeretne írni. És a vers hangulata nyugodt, békés. Ez nagyon nehéz megjegyezni, meghatározni, amikor megkérdezem, milyen a versnek a hangulata. Jó, azt szokták mondani gyerekek, vagy nem jó, ezek a kifejezések vannak. Itt mindenképpen jó a hangulat, de mégsem érezzük, hogy mégsem az az intenzív, mégsem az a kicsattanó boldogság, hanem inkább az a nyugalom árad belőle, amely aztán szomorkás hangulatúra vált. Impresszionista vers, erről már beszéltem, a költő a benyomásait, a gondolatait írta meg ebben a versben. Lemenő nap fénye, nem a holdnak a fénye, lemenő nap, de talán ehhez a vershez hangulatilag és látványilag illik. Ha szeretnétek meghallgatni, és nem csak az én előadásomban, ajánlom a figyelmetekbe a YouTube csatornát, két külön előadást hallgathattok meg, a két külön cím jelzi. Nagy színészek előadásában a legalsó pedig egy prezentáció, szintén a versről szól, erről a versről. Köszönöm a figyelmeteket!